Vízhiány Kárpátalján. A sok folyóval és tározóval rendelkező régióban vízproblémák vannak. A tudósok azt állítják, hogy ennek az antropogén hatás és a globális klímaváltozás a fő oka. De mit tehet az ember, hogy megoldja, vagy legalább részben kijavítsa ezt a problémát? Különböző szakterületek specialistái és a hatóságok foglalkoztak a kérdéssel. Az első elem, amely képes felhalmozni a vizet, és amikor szárazság van, visszatáplálni azt, a vízelvezető és öntöző csatorna rendszer, azonban ezt a 2000-es évek óta nem használják vidékünkön. Ha sok volt a víz, ki kellett emelni, ha pedig kevés volt, be kellett pumpálni. Ha jól emlékszem, utoljára 1998-2000 között szivattyúztak vizet a csap melletti csatorna hálózatba. Jelenleg a 15 szivattyútelep közül 2 működik, amely képes erre. Kárpátalján a mesterségesen kialakított vízelvezető és öntözőrendszerek mellett vannak természeti képződmények is, amelyek ugyanezt a funkciót látják el. Ezek a mocsarak, de az emberi tevékenység ezekre is hat. Ezek vízgyűjtők. A téli időszakban vizet gyűjtenek, majd fokozatosan kiengedik azt. Ha lecsapolják a mocsarakat, ez a folyók, patakok vízszintjének csökkenését okozhatja. A szovjet érában voltak ilyen tervek. Akkor kezdték lecsapolni a Polisszja vidékét, ami a fenyőültetvények tömeges kiszáradásához vezetett. Ugyanakkor, ha a természet rendjébe kevesebbet avatkoznak bele, elkezdi helyreállítani magát. Így a hódok megjelenése befolyásolta a vízszintet az elvarázsolt vidék nemzeti parkban. A természet önmagát gyógyítja. Ha megnézzük objektumunkat, a fekete mocsarat, akkor ott hódok jelentek meg, gátakat építettek, mesterséges tavakat alakítottak ki. Tehát, amikor az ember kevésbé avatkozik bele a természet begyógyítja a sebeket. Itt például megemelkedett az édes víz szintje, megtelepedtek a kacsák és megjelentek a halak. Azonban elég kevés az ilyen pozitív példa. Ráadásul a víz probléma megoldása évek óta várat magára. Idén nyáron pedig az anomális aszály is fokozta a problémákat. Ami az idei nyarat illeti, a csapadék mennyiség valóban rendhagyónak bizonyult. Ilyen kevés csapadék a megfigyelések teljes történetében, vagyis 1945 óta nem fordult elő. Az ökológusok azt állítják, hogy a folyók vízszintjét, ennek megfelelően a talaj vízszintjét és a kutak feltöltődését elsősorban az emberek befolyásolják. A réteg talaját, amelynek meg kellene tartani a nedvességet, terepjárók és teherautók tömörítik. A száraz patakok és a helytelenül megépített erdei utak esőzéskor zuhataggá változnak. A vizet nem fogja meg az erdő, az hirtelen az alacsonyabban fekvő részekre zúdul. Ez okozza az árvizeket, a meleg időszakban pedig a vízhiányt. A fakitermelés területének nagysága sem befolyásolja a víz lefolyását úgy, mint a csúsztató utak és a most kialakításra kerülő erdei utak. Ma egyetlen állandó erdei út sem épül a jelenlegi normáknak megfelelően. Lennie kell vízelvezetésnek, víztározóknak. A vizet az erdőbe kell levezetni. Az erdőben kell maradnia, azonban ezek szárazak. Kiszáradnak, mert egy nap alatt az összes víz lefolyik a folyókba és a tengerbe. Mivel a víz probléma összetett kérdés, a szakértők azt javasolják, hogy az érintettek másként közelítsék meg az erdőgazdálkodást, mondjanak le az állandó helyhez kötött zsággátakról, mint a vízi erőművek esetében. Ehelyett építsenek bukógátakat a hegyi folyókra, újítsák fel a vízelvezető és öntöző hálózatok rendszerét, és kevésbé avatkozzanak be a természet dolgába.